Összegyűltek a kupakok Imikének. A sikeres akciónak köszönhetően megvan a járássegítőgéphez szükséges összeg. Közel 10 tonna gyűlt össze az újpestiek kupak gyűjtésének köszönhetően. Az akció még júniusban indult el annak érdekében, hogy Imike, aki születésétől fogva fizikai segítségre szorul, járássegítőgéphez jusson. Az összefogásnak köszönhetően sikerült elérni a kitűzött célt. A sok segítőnek, a mozgássérültek újpesti szervezetének klub délutánján mondott köszönetet Imike édesanyja, aki egy kisiskolás kérdésére válaszolva elmagyarázta azt is, hogy a gép hogyan segíti majd kisfiát. Ez álló helyzetbe hozza őt, mint ahogy te is felállsz a székből, és ez a vérkeringésének, illetve hát az egész szervezetére ez nagyon jó hatással van. Illetve, hogyha ő úgy gondolja majd egyszer valamikor, hogy lépni szeretne, ezzel a géppel nem esik el. A klub délutánon Szakács Zoltán, a kupakokat térítésmentesen elszállító Szakitransz ügyvezetője, és Borse Gábor, a Halasi Olivér sportközpont vezetője is jelen volt, aki nagyszerű összefogásnak nevezte az akciót, aminek az általa vezetett intézmény is a részese lehetett. A köszönetnyilvánításon Újpest korábbi és idei arcai is részt vettek. Illés Klaudia, Újpest egyik tavalyi arca, nem csak az egész családját, de táncos társait is kupakgyűjtésre ösztönözte, hogy segíteni tudjon Imikének. Amikor először találkoztam Imikével, egyből rám mosolygott, és akkor egyből nagyon megkedveltem, és emiatt most még szívesebben gyűjtöm, és még nagyobb erővel gyűjtjük a kupakokat, mert az egész családom, a tánciskolában is, az osztályban és az egész iskolában is gyűjtjük a kupakokat, és most egy táncos megmozdulást is szervezünk az Imikének. A kupakgyűjtés még egészen november 30-áig tart, addig várják a pettetőket az újpesti gyűjtőpontokon. Ugyan a járássegítőgéphez szükséges 600 ezer forint szerencsére már összegyűlt, az ezen felüli összeg is nagy segítség, amit Imike kezelésére fordítanak majd.